Halihó, sziasztok! Végre itt van a farsang. Hosszú idő után végre itt vagyunk a kultúrházban, mindenféle csili-vili, talányos és mókás ruházatban. Láthatunk virágokat, 101 kiskutyát, kéményseprőket, és sok minden mást, gondolom már te is várod őket. Ne feledd, a felvonulások után visszatérünk a suliba, ahol megebédelünk, majd felöltözünk a diszkós ruciba. Sütivel, hotdoggal, zsákba macskával és plüssjátékokkal vár majd a büfé, a tombolák darabja csupán 100 forint, s a fődíj nem krumpli püré. Közben irány a táncparket, ahol Zsolti bácsi szolgáltatja az ütemet. Közben még vár az eredményhirdetés, izgulás és öröm, vajon mi lesz a nyeremény? S ha számos tombolát vásároltál, akkor az esély igen nagy, hogy a legjobb játékot elhozod majd a markodban. Reméljük, ma kedved leled mindenben, amiben lehet. Kívánunk néked minden jót és szépet, nem sokára látjuk végre a fellépőket. Kedves megjelentek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a hozzátartozókat, a kedves tanárokat és diákokat a Berentei Általános Iskola 2023-as farsangi ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait, Gyenesné Kovács Enikőt, intézményünk igazgatónőjét. Sólyom Sándort, a Berentei Művelődési Ház vezetőjét. Antal Erzsébet Juditot, iskolánk egykori pedagógusát. Balogné Kvaszta Bernadettet, a szülői munkaközösség vezetőjét. Valamint iskolánk volt diákját, Murvai Zétényt. Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, már is itt van a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is előzzük, és most már a tavasz közeletét ünnepelhetjük. Farsang idején természetesnek számít a vidámság, a jókedv, s alig ha véletlen, hogy ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, különböző mulatságokat. Így tettünk most mi is. Most pedig meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy az iskola nevében ezúton is köszönetet mondjak a szülőknek, akik felajánlásaikkal és segítségükkel hozzájárultak, és később a büfében is hozzájárulnak majd a farsang színvonalas lebonyolításához. Köszönjük szépen! Egy-két információt még elhintek a mai nap menetrendjével kapcsolatban. A jelmezes felvonulást követően minden osztály az osztályfőnökével együtt visszatér az iskolába, ahol majd megebédelnek és átöltöznek. Ebéd után kezdetét veszi majd a fergeteges diszkó, melyet majd megszakít az eredményhirdetés, illetve 14 óra körül a tombala sorsolás. A diszkó alatt szívesen várunk mindenkit a büfénél, ahol megtömhetjük a pocinkat mindenféle süteménnyel, hotdoggal, üdítővel, illetve lesz lehetőség majd zsákomacskák és plüssök megvásárlására is. A tombolák 100 forintba kerülnek, melyeket majd a kisteremben vásárolhatnak meg Grega Ágnes és Vajszné Hankó Zsófia tanítónőtől, illetve a bejáratnál is lehet majd vásárolni. A mulatságunk 4 óráig tart, és a buszosok figyelmét is szeretném felhívni egy pár másodpercre, ugyanis az iskola busz majd 16 órakor indul az iskola elől. Köszönöm a figyelmet, most pedig lássuk, hogy milyen meglepetéssel készültek az osztályok. Most jön a fő attrakció. A kicsi elsősök már nagyon várják a tavaszt, hiszen ennek a csodálatos évszaknak a legszebb jelképeibe öltöztek. Fogadjuk hát nagy szeretettel őket, érkezzenek a virágok! Piros, sárga, kék, kézen fogva lép. Piros, sárga, kék, kézen fogva lép. Három karcsú viráglány, tarka, mint a szivárvány. Rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág.
sárga kék, egy csokorba szép, piros sárga kék, egy csokorba szép, kejük mélyén édesbor, nektár csepp és virágbor, rózsa tulipán haramvirág, rózsa tulipán haramvirág, rózsa tulipán haramvirág, rózsa tulipán haramvirág. Karcsú viráglány, tarka, mint a szivárvány. Rózsa, tulipán, haramvirág. Rózsa, tulipán, haramvirág. Rózsa, tulipán, haramvirág. Rózsa, tulipán, haramvirág. Piros sárga kék, kézen fogva lép, piros sárga kék, kézen fogva lép, három karcsú viráglány, tarka, mint a szivárvány, rózsa, tulipán, haramvirág. Köszönjük szépen ezt a nagyon szép kreatív jelmezbe öltözött felvonulást, nagyon szépek voltatok. A másodikosok egy nagyon kedves Walt Disney mese szereplői lesznek ezen a délután. Vajon mindjárt itt fognak csaholni és ugatni? Nem sokára itt vannak, lássuk hát a 101 kiskutyát! Jaj, mi ez, pöcsre pöcs, leveg a föld fölött! Mennyi kutyus! Reszket és fut és liheg, sose tudod, hová siet! Mennyi kutyus! Száz meg egy! Még sincs náluk szebb! Száz meg egy! Sok tréfás kedvű ebb! Száz meg egy! Szaladj, fuss, hogy gyorsan nyomukba juss! Így a szép egy icipici kutya csupa merészség! Száz meg egy! Sok nedves, kedves szózi! Bájosan tud csaholni. Csak nézd és figyelj jól, a kis történet róluk szól, hisz száz meg egy kis gyönyörűek, csak rád vár. Szörnyello de Franz, Szörnyello de Franz, elég, ha csak rád néz, már kiráz a lánc, így nimbert kész, Isten csapás, ha látsz. Szörnyella, Szörnyella, mint gyilkos kukuj áldozatra vár. Szörnyella, Szörnyella de Franz, először azt hitted, Szörnyella ördög, de később, hogyha már magadhoz térsz, elmúlik már a félsz, és ráismerni vélsz, hogy ragadozó, ravasz, gonosz dög. Elúgy bestiát, evél szopó nőt, egy ketrecbe dugnám, és bezárnám őt, mert nélküled az élet oly csodás. Szörnyella, Szörnyella de Franz. Thank you.
ráismerni vilsz, hogy ragadozó, ravasz, gonosz dög. E rúd bestiát, e vérszopó nőt, egy ketrecbe dugnám, és bezárnám őt, mert nélküled az élet új csodás. Szörnyella, de frász, mert nélküled az élet új csodás. Szörnyella, de frász. Köszönjük szépen a kiskutyáknak és Szörnyella de Frásznak ezt a produkciót, majd a szipkáját kölcsön kérem. Hallottatok már életreket bábukról? Elsőre elég hátborzongatónak tűnik, nem de? Na de vajon kicsodák keltik őket életre? És vajon mit fognak csinálni? Figyeljetek, hamarosan kiderül. Érkezzenek a harmadik osztályos marionett bábuk. Thank you.
hozzátok azért jöttem én, hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebb és szépül a világ. Akármit hordsz a hátadon, ne légy te morc, ne bán nagyon, egy hang elég, és virág hull elég. David, we got one accustomed. What? Köszönjük szépen ezt az impozáns előadást, nagyon szép volt, nagyon jó volt és kreatív. A negyedik osztályosok reméljük szerencsét hoznak a 2023-as évre, hiszen kéményseprőknek öltöztek.
Reméljük, sikerül megérinteni legalább egyet majd. Fogadjátok őket sok szeretettel! Hozzátok azért jöttem én, hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebb és szépül a világ. Akármit hordsz a hátadon, ne légy, ne mordsz, ne bánn nagyon, hang elég, és kékebb már az ég. Arra int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Arra int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Zümmögve száll a mély gyerek, ezek se centiméterek, mégse fárad el, hisz mézeket cipel. Fészek lakó vörösbegyek, saját dalukra ébredek, egy hang elég, és kékebb már az ég. Arra int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Arra int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Zümmögve száll a mély gyerek, ezek se centiméterek, mégse fárad el, hisz mézeket cipel. Fészek rakó vörösbegyek, saját dalukra ébredek, egy hang, egy hang, elég, elég, és kékebb már az ég. Arra int Mary Poppins mindig mosolyog, kell. Jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Arra int Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins mondja, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Nem sokára mindenféle Anonymous maszkot és piros szerkót viselő szereplőket láthatunk a táncparketten. Na de vajon kik lesznek ők? Az 5. és 6. osztály előadásában hamarosan kiderül. Na jó, segítek, a pénztárcát tegyék el, ugyanis a nagy pénzrablás szereplőit láthatjuk. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano.
Ha az igazi pénz lenne, szerintem a közönség minden tagja már itt rostokolna. Miközben összepakoljátok a nagy lóvét, addig elmondom, hogy a csoportos fellépők közül a hetedikesek következnek, akik egy igen komoly témával érkeztek. A házas élet rejtelmeit, fokozatait, szépségeit és buktatóit mutatják be nekünk. Fogadjátok őket sok szeretettel! Volt egy fiú Mátyás, és volt egy lány Beatrix. Találkoztak. A barátságuk szerelemmé alakult. Majd egy nap Mátyás megkérte Beatrix kezét. Beatrix, hozzám jönnél feleségül? Van más választásom? Igen. Kitűzték az esküvő időpontját. Kedves Mátyás és Beatrix, köszöntelek titeket házasságkötésetek alkalmából. Mátyás, akarod-e az itt megjelen Beatrixot hites feleségedül? Jaj, kell ez nekem? Igen. Beatrix, akarod-e az itt megjelen Mátyás hites férjedül? Muszáj lesz. Igen. Ezennel házastársakká nyilvánítalak titeket. Húzzátok fel a gyűrűt egymás ujjára. Csókoljátok meg egymást. Mátyás az esküvő után átkarolja Beatrixet, és... Na végre ezen is túl vagyunk. Nem is volt olyan vészes, amilyennek hittem. Igen, igen. Most már ideje lenne megbeszélnünk, mi legyen a gyermekünk neve. Gyermekünk? Gyermekeink? Jaj, tényleg, tényleg. Mi legyen a kisfiúnak a neve szerinted? Hát nem is tudom. Megvan, szerintem legyen Armando. Rendben. Akkor a lány szerintem legyen Jessica. Ez jó ötlet. Az ő életük se volt felhőtlen. Gyermekei itt lettek. Egyszer a játszótéren Mátyásnak dolga akadt. Akadt egy kis dolgom, de nem sokára jövök. Rendben, azért ne este gyere. Anyu, elmentünk játszani Mátyással? Igen, hogyha nem ölitek meg egymást. Cső! Nézd, mi szoszol. Asztal, ez a táska ismerős, de szerintem hagyjuk. Inkább igyunk. Jó. Mátyás a haverjával hazavergődött. Mi ez nálad? Hol voltál és ki ez veled? Egész nap itthon gürcölök, mosok, főzök, takarítok, a gyerekeket nevelem. Ilyenkor kell hazajönni és ilyen állapotba? Ezzel ne? Nagyon sajnálom, de hidd el, hogy én szeretlek. Rendben, de több ilyen ne legyen. Oké, megígérem. De azért ezt nem kellett volna, akár kórházba is kerülhet. Néhány év múlva. Emlékszel, mikor összeházasodtunk? És emlékszel arra, mikor gyerekeink születtek? Hangosabban. Emlékszek. És emlékszel, amikor én a gyerekeket elvittem játszótérre? És te addig elmentél a kocsmába? Emlékszek. És amikor a hülye haverod kirabolt? Emlékszek. Táncolunk? Táncoljunk!
ha nem a régi volna, hol van a tűz, hol van az a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember sorak el nem téved, égi láz. Az élet olyan, mint egy diszkó. Ha változik is az, változik a zene, akkor te csak táncolj tovább. Ha rosszul mennek a dolgok, akkor se add fel. Köszönjük szépen ezt a tanulságos performance-t. Az év legsikeresebb sorozatának, leghíresebb főszereplőjének tánca következik végül, akit már korábbról az Addams Family-ből is ismerhettünk. Jöjjenek az 5. és 6. osztály tanulói a 2023-as év elmaradhatatlan. Köszönjük szépen a csoportos jelmezeseknek a felvonulását. Nagyon szépek és kreatívak voltatok. Minden osztályt megdicsérek, nagyon ügyesek voltatok. Most pedig a következő etapja következik ennek a mai délelőttnek. Az egyéni jelmezesek lépnek a színpadra. Bízom benne, hogy már szólíthatom őket, és sikerült is átöltözniük. Elsőként az első osztályosok közül hívom a színpadra.
illetve a táncparketre. Fortuna Alexandrát, aki szuperlánynak öltözött, akkor a szuperlány átváltozott hófehérkévé. Úgyhogy őt várjuk a színpadra nagy szeretettel. Illetve a táncparketre, elég, hogyha itt körbemész szépen lassan, mutasd meg magad zenére. Köszönjük! Kettes sorszámmal Kovács Hanna Hermione szerepében díszeleg. Hármas sorszámmal szintén egy Hermione-t láthatunk, Miákics Mira fogja nekünk bemutatni. Négyes sorszámmal Kormos Kristófot láthatjuk, aki vámpírnak öltözött. Gyere körbe nyugodtan így, táncolj végig, hadd lássák az emberek és a zsűri, hogy milyen szépen kiöltöztél. Köszönjük szépen! Ötös sorszáma a kis Ákos következik, aki Narutónak öltözött. Hatos sorszámmal Kucskár Bence jön, aki focista. Hetes sorszámmal várjuk Horváth Patrikot, aki még számomra is titok, hogy minek öltözött. Ez az! Az erő vele van! Köszönjük! Szejber Petra következik a 8-as sorszámmal, aki úgy látom, hogy rendőrnőnek öltözött. Dominik következik az elsősök közül, aki úgy látom FBI ügynöknek öltözött. Köszönjük! 11-es sorszámmal Haga Kármen következik, aki úgy látom hercegnőnek öltözött. Tizenkettes sorszámmal Haga Lorenzo jön, ha úgy látom, hogy Amerika kapitány. Jelmezben. Yeah,
Második osztályosok következnek, közülük elsőként a 13-as sorszámmal Bajusz Anna érkezik, aki dobozos tej. A 14-es sorszámmal Laska Melanie jön, aki öreg lány anyókát fog nekünk bemutatni. A 15-ös sorszámmal Szűcs Lara és Elena érkeznek, akik pompom lányok lesznek most. A 16-os sorszámmal Páhi Botond következik, aki pókembernek öltözött. A 17-es sorszámmal Horkai Ábel és Bálint jönnek, akik Pik és Treffásznak öltöztek. A 18-as sorszámmal Zámbor Levente következik, aki nem más, mint egy vasutas. A 19-es sorszámmal Gyuris Levente érkezik a táncparketre, aki Naruto. A 20-as sorszámmal Papp Boglárka következik, aki Wednesday. A 21-es sorszámmal következik Ignáci Jászmin, aki Elzának öltözött. A 22-es sorszámmal Üveges Csenge következik, aki macska és egerek kompozíciót fog előadni nekünk. Mi-a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 -
tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka! Hívom minden, meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja! Hogy tetem az egereket? Ott a farka, ott a farka! Eltakarja, készakarva, arra fussunk, ott a farka! Szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk! Akkor szaladj te! Vigyázz, jön a faj! Ott van, meg kell fogni a farkát, elkezdik a bőrét, el nem veszik! Ja Istenem, ott van, fellepett a lukuk, az a másik! Köszönjük szépen! 23-as sorszámmal Miákics Gusztáv következik, aki riporternek öltözött. Jó volt. Következő 24-es sorszámmal Farkas Zozóka következik, aki varázslónak öltözött. Fordulj a zsűri felé, Zozóka. Ott ülnek, nézd csak, hogy lássák a jelmezedet. Aha. Köszönjük. 25-ös sorszámmal Alá Kiara következik, aki bohóc lesz a mai napon. A cirkuszban a porondon a legvidám a fő, a kockás nadrág csíkozó, jaj de feltűnő. Tarka barka a kabátja, lábán nagy cipő, végre itt van ő a nagy nevettető. A tombol a zene, tapsolj be. 26-os sorszámmal látom már ott mi az előkészület. Murvai Hanna következik, aki Sparheltnek öltözött farsang napjára. És most jön a zsűri lekenyerezése, szó szerint, úgy látom. Kenyérlángossal lekenyerezik őket. Á. Huszonhetes sorszámmal Ónodi Kinga következik, aki balerinának öltözött. Huszonnyolcas sorszámmal Laska Melissa, mint Mary Poppins látható. A 29-es sorszáma Kormos Bence érkezik, aki Sikolynak öltözött. A 30-as sorszáma Fortuna Krisztó következik, aki vámpír a mai délelőttön.
31-es sorszámmal Gyuris Zsófia és Prókai Léna következnek. Köszönjük szépen! 34-es sorszámmal Orosz Barbara Wednesday. Ez az. A 35-ös sorszáma a Szakács Diana következik, aki Hermionéna költözött. A 36-os sorszámmal Gyuris Zsófia következik, aki Gumi Maci lesz. Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Itt van a gumi maci, a nevem gummy gummy. Én vagyok gumi cumi, cili cuci gumi maci. Ó, engem nyari lehet, mind a gumi cumi. Én vagyok gummy nyami, cili cili gumi maci. Oh yeah! Gumi, 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 gumi maci. Gummy Maci. Gummy Maci.
Itt van a gumimaci, a neve Gummi Gummi. Én vagyok Gummi Cummi, Cilli Cucci, Gummi Maci. Ha engem nyari lehet, minden Gummi Cummi. Én vagyok Nyami Nyami, Cilli Cucci, Gummi Maci. Itt van a Gummi Maci, a neve Gummi Gummi. Én vagyok Gummi Cummi, Cilli Cucci, Gummi Maci. Itt van a Gummi Maci, a neve Gummi Gummi. Én vagyok Gummi Cummi, Cilli Cucci, Gummi Maci. Itt van a Gummi Maci, a neve Gummi Gummi. Én vagyok Gummi Cummi, Cilli Cucci, Gummi Maci. Ha engem nyari lehet, minden Gummi Cummi. Én vagyok Nyami Nyami, Cilli Cucci, Gummi Maci. Oh yeah. A következő jelmezesre már nagyon kíváncsi vagyok, és már látom is egy kicsit. Hát nem másnak költözött Horváth Sanyi, mint Pottyantós WC-nek. Ilyet még sose láttam, de most végre részesülök ebben is. A 38-as sorszámmal is egy igen kreatív jelmezötletet láthatunk, a fej nélküli kutya sétáltató, ez szerintem a Chevy Chase-es Láthatatlan ember című filmből vette az inspirációt. És az én lapomon utolsóként szerepel, végül, de nem utolsó sorban, a szalagtánc jön.
Köszönjük szépen! És akkor végül, de nem utolsó sorban lenne még itt egy kis kívánság. 40-es sorszámmal Fortuna Christopher szeretné még bemutatni a jelmezét, ha jól értesültem. A tesók elkísérnek, úgy látom, úgyhogy csak hajrá, bátran! Köszönjük szépen, most pedig miután mindenki megmutatta szép, ötletes, vagány és aranyos kis maskaráját, szeretném, ha jó nagy körben sétálva, táncolva megmutatnátok még egyszer a zsűrinek, aki még tudja a jelmezeteket, hogy jól szemügyre tudják venni, hogy melyik is a legjobb, és melyik érdemel jutalmat. Úgyhogy gyertek, aki még ott van a jelmez, még sétálhat körbe, táncolhat. Megmutathatja még utoljára a zsűrinek, hogy milyen szépen felöltözött a mai napra. Hákis, a pikkés, a treffász is jöhet még egyszer, a balerina, a vasutas. Gyertek nyugodtan, hát a sparhelt is, hogyha befér. Szinte minden osztály várt, hogy vajon milyen ajándékban fogtok vajon részesülni a produkciótok miatt. Először is egy bátor első osztályost fogok majd kérni, és arra kérnélek benneteket, hogy majd a színpadnak mutatom, erről a részéről gyertek már fel, jó? Mert itt van a kamerás bácsi, és hogy nehogy neki ütközzetek, vagy ilyesmi, tehát nekem a jobb oldalról érkezzetek majd a színpadra. Az első osztályosok a legszínesebb dicséretet kapták, úgyhogy szeretnék kérni egy bátor önkéntest, aki feljön az első osztály nevében, vagy akár tanítónénit is, és átadjuk neki az oklevelet és a kis jutalmakat. Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok, és nagyon szépek. A második osztályosok voltak a legcukibbak, úgyhogy tőlük is kérünk pár önként jelentkezőt, aki feljön a színpadra, és átveszi az ajándékot. Gratulálunk a 101 kiskutyának! A harmadik osztályosok a legvarázslatosabb jutalmat kapják. Várjuk őket is hamarosan a színpadra. Gratulálunk nekik is! A negyedik osztályosok voltak a legmusicalesebbek,
És ők majd egy bowlingozást fognak kapni jutalmul, viszont azért előleként egy oklevelet szeretnénk nekik átadni. A negyedikesek közül kérnék egy képviselőt. Az ötödik és a hatodik osztályosok voltak a leggazdagabbak a nagy pénzrablás által. Ők egy élményt fognak kapni majd az osztályfőnöküktől, vagy egy McDonald's-os kajálást, vagy egy mozizást. A hetedik osztályosok pedig a legélethűbbek voltak mai világunkat nézve, úgyhogy ők is egy oklevelet kapnak, illetve már egy pizzát már el is fogyasztottak, ha jól tudom. Úgyhogy az oklevélért kérem, hogy fáradjatok a színpadra. Egy tapsot kérek nekik is. Az ötödik, hatodik osztályos lányok, akik a Wednesday produkciót adták elő, és nagyon ügyesek voltak, ők egy kis apróságot fognak kapni tőlünk, illetve egy kis oklevelet. Gratulálunk nekik. Ők voltak a legtrendibbek. Nagyon nehéz volt a döntés az első három helyezett tekintetében, ezért az első helyezett közül is három gyerkőcöt fogunk jutalmazni. Elsőként is egy kisfiút, akit Horváth Sanyinak hívnak, és a Pottyantós WC volt az ő produkciója. Gratulálunk neki, nagyon ügyes voltál! Következő, szintén első helyezett tanuló lesz. Ő nem más, mint Murvai Hanna, aki egy sparhét volt ezen a felvonuláson. Gratulálunk neki is! És van még egy első helyezettünk, aki szintén nagyon kreatív volt. Ő nem más, mint Balog Nóri, aki a fej nélküli kutyasétáltató produkciójával betörte magát a farsang történelmébe, ugyanis először látunk ilyet. A második helyezettek közül is három gyerkőc fog jutalomban részesülni. Elsőként is Laska Melani, aki öreg anyóka volt most a mai délelőttön. Gratulálunk! A következő második helyezettünk nekem nagyon nagy kedvencem volt. Ő volt a riporter Miákics Gusztáv személyében, úgyhogy nagyon gratulálok neki. És az utolsó második helyezettünk, tehát ő is második helyezett, ők is második helyezettek lettek, mert ketten vannak, mivel ikrek. Horkai Ábel és Bálint, akik a kártyalapokat adták elő, úgyhogy gratulálunk nekik. Egyéni jelmezesek közül harmadik helyezett lett. Hú, itt is lesz összesen négy darab harmadik helyezett. Nem tudom, hogy tudtok-e még követni, de sokan vagytok. Szóval harmadik lett Üveges Csenge, aki a Macska és az Egerek produkciójával egy igen nagyot alkotott. Gratulálunk neki!
És ma van a macskák világnapja. Valahogy éreztem. A következő harmadik helyezettünk Laska Melissa, aki Mary Poppins volt. Gratulálunk neki is. A harmadik helyezettünk pedig a dobozos tej volt, azaz Bajusz Anna, gratulálunk! Ügyes voltál! És az utolsó harmadik helyezettünk pedig egy Hermione volt, mégpedig Miákics Mira személyében. Ügyes voltál, gratulálunk! Van még itt két külön díjasunk, akik szintén nagyon ügyesek voltak, és bátrak, mert az egyikük ugye egyedül lépett fel a tánccal. Boros Csenge, aki szalagtáncot adott elő, gratulálunk neki. És a végül, de nem utolsó sorban, az utolsó külön díjunk, Gyuri Zsófia, Prókai Léna, akik a TikTok-kereket adták elő. Gratulálunk nekik! És aki egyéni jelmezes volt, és most a mai napon nem részesült tárgyi jutalomban, akkor azt arra kérném, illetve azokat arra kérném, hogy fáradjon ide a színpadra, kapnak egy kis apróságot, egy kis csokikát. Zétintől, iskolánk egykori diákjától. Ugye tapsoljuk meg őket is, gratulálunk nekik is, és mindenki másnak. Halihó, ha-hó, elérkeztünk a tombola sorsaláshoz. Mindenki készítse elő a nyertes szelvényeket. Látom, szép számmal fogytak a tombola szelvények. Mindenki elköltötte az összes pénzét? Ez nem olyan jó hír, de reméljük az ajándékok majd kárpótolnak benneteket. Na, volt tanítványunk Zétény fogja húzni a tombolát, én pedig olvasom, jó? Megkérem Zétényt, hogy kezdjük.
Most már a nagyobb értékű fődíjainkat húzzuk. Az első fődíjunk egy puzzle, 500 darabos, amelynek a szelvénye piros alapon csillag, 18. Utolsó ajándékunk, a fődíj, egy torta, az ízét sajnos nem tudom megmondani, mert nem bontottuk ki. Vaníliás? Igen, a felajánló mondja, hogy ez egy vaníliás torta. Sárga, C, 24. Gratulálunk a nyerteseknek, további jó szórakozást kívánunk!